Szeretett testvéreim, kedves gyermekek! A farizeusok lépten nyomon azt keresték, hogy Jézusnak hogyan tudnának keresztbe tenni, hogyan tudnák eltenni lábalól, mert olyanokat tanít, olyanokat beszél, amik az ő értékeikkel ellenkezik. Hisz ilyeneket mond, hogy szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek, habár tudjuk, hogy legszívesebben, hogyha valaki egyet behúz nekünk, aztán mi azt meg is dupláznánk szívünk szerint. De ez a Jézus, mintha az ellenkezőjét mondaná, amit tesznek kora emberei. Ugye az evangéliumban a farizeusok vallásosságáról hallottunk, hogy templomba járnak, imádkoznak, böjtölnek, almizsnát adnak, minden előírás pontosan megtartanak, szinte szőrszál hasogató módon. Mindezt tették, s Jézus mégis megvádolja őket, hogy a Jóisten parancsait nem tartják meg. Igen, mert mindez a vallásosságnak csak az egyik oldala, ami még nem elég. A Jóisten parancsait abban tartották meg, hogy belsőleg, belső életükben nem volt rend. Ezek az emberek látszólag nagyokat imádkoztak, látszólag jót tettek az emberekkel, de csak látszatként tették, hogy az emberek szemében csillogjanak, villogjanak, hogy ők legyenek a jó fiúk. De Jézus túllát rajtuk, látja, hogy mindazt, amit tesznek, amit mondanak, abban nincs élet, abban nincsen lélek. Ezért mondja Jézus, hogy nem a külső, nem a kívülről jövő dolgok szennyezik be az embert, hanem a gonoszság, a rossz akarat, ami az ember szívéből, belsejéből jön. Erre a pusztán külsőségekben kimerülő vallásosságra mondja Jézus a mai evangéliumban, hogy ez a nép ajkával tisztel, de szíve távol van tőlem. Ugye az Úr Jézusnek ez a tanítása nekünk is szól. Mi kapcsán mondja Jézus e mondatát, hogy ez a nép ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem? Ugye az mai evangélium eléggé kínos beszélgetésről szól. Jézus és a farizeusok között megy végbe. Ugye a farizeusok nagy hangon mell döngetve védték vallásuk egyes hagyományait, amelyeket ők lényegesnek tartottak. Lényegesnek tartották, hogy valaki mielőtt asztalozni, könnyékig meg kell mosakodjon, ugye ezt halljuk az örömhírből, hogyha nem, akkor tisztátalan. És támadták Jézus tanítványait, hogy szombaton, amely számukra szent nap, azon a szombaton kalász eszegetnek, kalász tépdesnek, nemhogy kezet mossanak. Tehát támadják Jézus tanítványait, akik szerintük megszegték a szent törvényeket. És Jézus erre mit csinál? Védi tanítványit a rossz indulatú támadásokkal szemben. Álljunk meg egy pillanatra a jelenet előtt. Jézus védi tanítványait a rossz indulatú támadásokkal szemben. Figyeljünk csak fel Jézus jóságára, aki mindig a kisemmizettek, a jogtalanok, a kicsik pártján áll, azok mellett áll, akik szeretik őt, akik rábízták életüket. És ezek nem szükségszerűen tökéletes emberek, ugye az apostolok is bukdácsoltak. Az apostolok is féltékenykedtek, irigyek voltak egymásra. Sőt, mi több gyáván megfutamodtak a tragédia órájában, de Jézus mégis szerette őket, védte őket. Ez a mi Jézusunk minket is véd, és minket is megért, minket is meghallgat. Ez a vád vajon ránk érvényes-e? Ez a nép ajkával tisztel, de a szíve távol van tőlem. Ugye a farizeusok, a kétszín emberek amellett kardoskodtak, hogy ők látszólag nagyon vallásosak, nagyon buzgók, de ebben nem volt lélek, nem volt élet, mert szívükben másként viselkedtek. Ugye a képmutató jeruzsálemi farizeusokkal, ellenőrökkel szemben Jézus Izajást idézi, hogy ajkukkal tisztelik Isten, de szívük távol van tőle. Megkorholta, miért az emberi hagyományok hangoztatásával Jóisten törvényét megszegték. Rámutat arra a kulcsfontosságú igazságra, hogy az ember tisztátalanná
Istentől elszakítottá, csak a bűn teszi. Ez nem más, mint az ember értelmi és szabad akarati elfordulása Istentől. Ugye, mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, és ez a sok rossz mind belülről származik, és ezt teszi tisztátalanná az embert, nem az, amin a farizeusok egy apró dolgon fennakadnak, hogy most Jézus tanítványai kezet mostak, vagy nem mostak kezet. Hát jó, hogy ellaszadatlan higiéniai szempontból, de nem ez az a cselekedet, ami tisztátalanná tesz, ahogyan halljuk a mai örömhírből. Ugye a megváltás alaptapasztalata az, hogy bűneink bocsánatot nyertek. Bűneink, a gondolataink, a szavaink, azok, amik tisztátalanná tesznek minket. Gondoljunk csak az evangéliumi találkozásokra, amikor Jézus megbocsátott valakinek, ott van Zakeus, a bűnösnő, Mária Magdolna, Péter. Ezek mind a megbocsátás szavait hallották Jézustól, és ez felszabadította őket gyarlóságuk terhétől. Teológiailag a bűn szabad döntés Isten ellen. Ugye, mert az ember szabad akaratot kapott, választhatunk a jó és a rossz között. A farizeusok azt gondolták, hogy a cselekedetek szabják meg csak az ember, hogyha jónak látszik valami, akkor az tényleg jó. De Jézus rámutat arra, hogy ez nem így van, gyerekek. Kívülről lehet valami szép, értékes, de benne nincs lélek, nincs élet, akkor semmiség. Ugye az evangéliumban Jézus kifejti az igazi vallásosság lényegét. Jézus nyíltan a farizeusokat két színűeknek bélyegezte meg, mert csak külsőleg tisztelték Isten, de szívük messze volt tőle. Vallásosság csak csupán külsőségekre szorítkozott, jámbor cselekedetekre, amelyeket azért végeztek, hogy az emberek lássák őket, és megcsodálják, hogy milyen nagy szentek, hogy megcsodálják vallásosságukat. Nem abban volt a baj, amit tettek, hanem abban volt a baj, amiért ezt tették. Mert azért tették, hogy jó gyerekeknek tűnjenek, hogy látszólag azaz álszentek legyenek. De Jézus kihasználja ezt a visszás helyzetet, és elmagyarázza a hallgatóinak mai evangéliumban az igazi vallásosság lényegét. De nem csak az Isten szeretet gyökerei vannak a szív legmélyén rámutat, hanem a bűn gyökere is a szívünk mélyre nyúlnak vissza. Ugye a farizeusok megrekedtek a szabályok külsőleges megtartásánál, és Jézus ezért képmutatóknak nevezte őket. A farizeusok vétke tulajdonképpen az volt, hogy téves istenképet festettek az embereknek, hogy azt hirdetik, hogy az ő istenük szigorú bíró, aki nem tűrte az emberek gyöngességeit. De Jézus ezt az istenképet igyekezett minduntalan helyesbíteni, mert Jézusnak az istenképe a farizeusok istenképének ellentéte volt. Ugye Jézus úgy beszél a szerető atyáról, Istenről, mint szerető atya, aki őrven eltévedt fia visszatérésének, úgy beszél róla, mint jó pásztorról, aki keresi az eltévedett bárányt, mint gondviselő Istenről, akinek még a kis madarakra is gondja van. Mindenek fölött ez a Jézus olyan Istenről beszélt, aki úgy szerette az embereket, hogy ő magát küldte el, hogy életet szerezzen nekünk, mert a Jóisten azt akarja, kicsinek, nagynak egyaránt, hogy életünk legyen, és az bőségben legyen. Kifelé, mások felé is Jézus Krisztus Isten képét kell hirdetnünk és sugároznunk. A helyes Isten képet, nem pedig a farizeusi képmutatás. Jézus Krisztus nem a farizeusokat ítéli el, mint ember, hanem a cselekedetüket, a tettüket, a gondolkodásukat. Mert ők csak az embereknek akartak tetszeni. Látszólag ezért imádkoztak nagyokat, látszólag ezért tettek jót másokkal, látszólag ezért szólják meg Jézusnak a tanítványait, hogy miért cselekszenek úgy, ahogy ellenkezik az ő elképzelésükkel, és Jézus rávilágít, hogy minden gonoszság, minden rossz gondolat az ember szívéből fakad, vagyis a bűnre vezethető vissza.
Ugye milyen csodálatos dolog, hogy Jézus a bűnt elítél, de a bűnös nem. A bűnre nemet mond, de a bűnös emberre nem. Mert ő éppen ezért jött, hogy minket vállára vegyen, és elvezessen a mennyei atyához. Segítsen a Jóisten mindnyájunkat, hogy a mai vasárnap és az elkövetkező év hétköznapjaiban valóban az igazi vallásosságot elsősorban a szívemben, az életemben, lelkem mélyén éljem meg, hogy hiteles keresztényé válhassak. Hát adja Isten, hogy így kezdek el élni.